Semmelweis Ignácról, az anyák megmentőjéről Szabóné Tarnai Lilla ápolási igazgató helyettes emlékezett meg, majd a Magyar Egészségügy napján a Karcagi Kátai Gábor Kórház valamennyi egészségügyi dolgozójának és alkalmazottjának, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Huba Imre vármegyei elnök, Szepesi Tibor polgármester és Nagyné László Erzsébet főigazgató köszönte meg az elmúlt időszakban végzett áldozatos és lelkiismeretes, magas szintű szakmai munkáját. Csak az egészségügyben dolgozik, az tudja azt, hogy nincs vasárnap, nincs szombat, csak a naptárban vannak ezek a napok beírva, és a gyengébbek kedvéért vannak megkülönböztetve hétköznapok és hétvégék. Aki az egészségügyben dolgozik, az tudja, hogy egy hétfői nap is ugyanolyan lehet, mint egy szombat vagy egy vasárnap. Én köszönöm minden egészségügyi dolgozó áldozatos munkáját, hiszen vigyáznak ránk, a térségre, a városra, és ezen a napon mindig egy kicsit örömteli az találkozás, hiszen díjazottakról, azokról az emberekről, akik munkájukkal, életükkel, a városért és a térségért végzett tevékenységükkel kiemelkedőt alkottak, azokat díjazzuk és megemlékezünk. És itt van ez a csodálatos szikla, egy csodálatos emlékmű, és ezeknek a kiválóságoknak a neve rá fog kerülni, ami mindenképpen mutatja azt, hogy a megbecsülés, a kitartó, kitűnő szakmai munka legalábbis ebbe a közösségben elismerésre kerül. Ezután díjak elismerések átadása következett. Megint eltelt egy igen kihívásokkal, feladatokkal teli év, amelyet együtt, megint csak csapatban tudtunk megoldani, tudunk folyamatosan alkalmazkodni, és a lehetőségeinkhez képest, minél jobb tudásunk szerint az összes feladatot, a ránk rótt feladatot megoldani. Én köszönöm azt, hogy nyilván minden csapatban és csapaton kívül is vannak ugyan konfliktusok, de hogy ezeket is meg tudjátok oldani a nap 24 órájában, és itt nem csak a beteggel, a belátottakkal kapcsolatos konfliktusokra gondolok, hanem nyilván a ti egészségetek, lelki állapototok miatti, esetleg belső, esetleg családi, esetleg munkahelyi konfliktusra is, amiről mi nem is tudunk, mert a hivatástudatotok nap mint nap ezt felülmúlja. Nap mint nap azt tapasztalom, hogy az intézménybe jövő betegek többsége az ellátással elégedetten, a színvonal, ellátási színvonallal, a munkátokkal, a hozzájuk való viszonyotokkal elégedetten távozik. Ez köszönhető annak, hogy a hivatástudat, amit vállaltatok, és nyilván végeztek folyamatosan, az azért nap mint nap megnyilvánul. A betegágy mellett, a járóbeteg szakrendelésben, akkor, hogyha a beteget az egyik osztályról a másikra kell szállítani, és bármikor, amikor erre neki lelki szüksége van. Hiszen az egészség megóvása először is a lélekből indul. Először is tudnia kell a betegnek, amit ti nektek kell ápolni benne, biztatni őt, hogy az első dolog a gyógyuláshoz az vezet, hogyha a lelke rendben van. Ez nyilván a ti lelketeknek kell elsődlegesen rendben lenni. Ami a kihívásokkal teli időszakban igen nehéz. Nem csak nektek, higgyétek el a kórház vezetésének is. A Karcagi Kátai Gábor Kórház igazgatótestülete Kátai díjat adományozott. Dr. Farkas Béla főorvos, a szülészet nőgyógyászat osztály osztályvezetője, Dr. Kanász Nagy László főorvos, a kardiológiai és kardiológiai rehabilitációs osztály osztályvezetője, és posztumus Kátai díjat kapott Dr. Farkas Béla bőrgyógyász főorvos, amelyet fia Dr. Farkas Béla vett át a család nevében. A Karcagi Kátai Gábor Kórház igazgató testülete Dr. Gáti Sándor traumatológus szakorvost adjunktussá nevezte ki.
Karcagváros önkormányzata a Karcagváros egészségügyi szolgálatáért díjat dr. Farkas Béla, a szülészet nőgyógyászat osztályvezető főorvosa részére adományozta. Az elismerést Szepesi Tibor polgármester adta át. A Semmelweis napi rendezvény után délután kerti parti kezdődött a kórház udvarán.